Üdv újra, itt én Szabó Viktor vagyok, és a mai nap AI-okkal fogunk foglalkozni, amik képesek erre. Konkrétan másik, milyen arcuk van. A mutáns zombi ember. Jó, nem csak ilyen idiótaságokat fogunk generálni, lesznek hasznos és érdekes dolgok is köztük, úgyhogy nézzük meg, hogy mit tud az Adobe Firefly és a Photoshop AI. Most főleg az utóbbit fogjuk tesztelni, hogyha megnyitjuk a böngészőt, akkor a Firefly nevezetű opciónál most már kijön a Photoshop beta, illetve megnézhetjük a webes verziót is. Hát nézzük meg a webes verziót egyébként, itt miket tudunk csinálni. Konkrétan ugye van neki is ilyen szövegből kép verziója, ezt mindjárt kipróbáljuk, amint lehet. Igen, szóval ez is tud olyat, mint a Midjourney vagy a Dall-E, hogy leírsz neki egy szöveget és generál belőle valamit. Na hát írtam is neki egy jó kis angol szöveget, ezt bemásoljuk ide és megnézzük, hogy mit tud nekünk legenerálni. Nagyon izgalmasak ezek az AI-ok, egyre jobbak. A Midjourney egyébként már tudom, hogy nem elérhető ingyen, szóval wow, egész jó, egész jó. És itt elvileg jobb oldalt ki tudjuk választani, hogy mit szeretnénk. Én fotorealisztikus sztorit szeretnék, és nem egy-egyet, hanem landscape legyen. Na nézzük. Sőt, ne is, legyen álló, hogy ki tudjam rakni YouTube sztoriba. Na nézzük, mit tud fotorealisztikusan ugyanez a kis macska. Egyébként nem volt rossz az előző verzió sem. Ez sem rossz amúgy. Hát legyen beautiful, mert én ilyen nem ilyet képzeltem el. De most generál nekünk amúgy újat. És meleg színek legyenek, aranyóra. Na, nézzük, hogy ez így menni fog-e. Hogy tényleg olyan kép lesz-e, amilyen így a fejembe van. Hát nem igazán sikerült. Nem annyira megragadni. Nyomjunk grafikát. Grafikába már alakul egyébként. Egész jó. Ezt lemenjük, ez ma jó lesz. Jó lesz sztoriba. Kirakjuk. Menjünk tovább, én azt mondom, tudunk itt rengeteg dolgot, pont nem tudjuk tesztelni, pedig ez érdekelt volna, viszont tudunk betűket generálni. Most én egy egyszerű dolgot fogunk csinálni. Podcast mikrofonról szeretnék egy betűtípust csinálni. Vagy tudod mit? Ennyit írunk be, hogy YouTube. Nézzük, hogy a YouTube-ból mit fog nekünk kihozni. Hát nem tudom. Érdekes. Akkor YouTube logó, vajon azzal tud valamit kezdeni? És beírhatunk ugye egy szöveget. Hát YouTube logót azt nem igazán tudja feldolgozni. És itt is tudunk egyébként betűtípust választani. Szóval kiválaszthatjuk, hogy milyen betűtípus legyen. Háttérszint választhatunk. Meg itt vannak nekünk ilyen különböző példáink. A YouTube logót nem igazán. Social media logóz. Meglátjuk, hogy social media logókat tud-e nekünk tervezni. Szkalmas. Egész jó, de nem az igazi. Szerintem nem tudja, hogy mik azok a social media logók, és ezáltal ugye nem tudja legenerálni. Akkor fekete macskás betűtípus. Nézzük. Egész jó. Mit tudunk lent állítgatni? Ja, van több verzió? Ez. És P betűnek macskás a lába. Milyen kemény már. Nyilván ezeket még nem fogod úgy nagyon a gyakorlatban használni, de mint móka egyébként tök jó. Viszont kanyarodjunk rá a Photoshopra, ugyanis itt láthatjuk, hogy Get in Photoshop Beta App. Na most elmondom, hogy ez hogy lehet letölteni, hogyha rámentek ugye nyilván erre a linkre, akkor elvileg itt is le tudjátok tölteni. Nekem itt elkezdi valamiért letölteni a Creative Cloud-ot, viszont nekem van Creative Cloud-om. Szóval ha belépsz a Creative Cloud-ba, akkor van egy olyan opció, hogy Beta Appok. Erre ha rámész, akkor itt szépen telepíted a Photoshopot, amint települt, meg is tudod nyitni. És nálam már van itt egy projekt, nagyon vicces, nyomtam screenshotokat erről. Először azt írtam be, hogy fotomodell lány, tehát ez legyen legenerálva. Látjátok, hogy elég érdekes, amit így lehozott, szóval ez furcsa volt. Utána már egy fokkal újra generáltam, és csak annyit írtam be, hogy lány, és egy fokkal értelmesebb lett. Majd ugye itt van a végeredmény, amiben ha belenagyítunk, akkor már ott tart, hogy a homokot azt így
észrevette, hogy homok van. Nyilván vannak itt még nagy hiányosságai, például itt is van kezénél valami. Nem tökéletes, itt is a szoknyánál alul is furcsa, bal oldalt is, a keze az nagyon fura, azt nem értem, de egész jól oda pozícionálta. Nézzük meg, mi történik, ha újra generálom még egyszer. Azt hiszem ez lesz a harmadik újra generálása, így simán csak, hogy lány, mert ugye elsőnek nem ezt írtam be. Izgalmas. Elvileg több dolgot tudunk ezzel a kijelölő eszközzel, eltüntetni dolgokat. Nem igazán jött össze. A kezekkel itt is gondja van, ez nagyon nem lett eltalálva. Szóval több dolgot is tudunk ezzel, ugye nyilván tudunk generálni dolgokat, illetve tudunk eltüntetni dolgokat, hátteret cserélni, stb. Szóval ilyeneket tudunk. Most őt innen kidobjuk, és egy hajót fogunk generálni. Ide kijelölöm, és beírom, hogy ship. Hát megnézzük, hogy hajót a tengerre hogy tud nekünk varázsolni, mennyire lesz életszerű, mert ugye ennek az lenne a célja, hiszen Photoshop, hogy ez ne ilyen grafika legyen, vagy ilyen látszik, hogy ilyen rajzolt cucc, hanem ez tényleg valid, életszerű szitu legyen. Ez lenne igazából a fő célja ennek a programnak. Na, picit most így megrekedt, úgy látom. Kicsit lassúcska a történet. Na, mi lesz már? Nem rossz így elsőre. Kicsit így szétszette a vizet valamiért, meg jobb oldalt is valamiért kicsit így elcseszte a vizet, de egyébként nem rossz. Legyen hajó helyett egy luxus jacht, én azt mondom. Talán az egy fokkal esztétikusabb, mint ez a hajó. Bár nyilván nem pontosítottam, tehát annyit írtam be, hogy hajó, szóval bármilyen hajót berakhatott volna. Inkább valami vitorlásra gondoltam, vagy luxus jachtra, de nyilván ugye az AI az nem fogja kitalálni, hogy te mire gondolsz, szóval minél pontosabban kell fogalmazni. Hát azért hagy némi kívánni valót maga mögött, ez itt mi a tetején. Minőségben nem rossz, a maga fotó minősége is egyébként mobilos fotó, szóval nem tökéletes, de én azt mondom, hogy nem, ez még nem az igazi, sokkal jobb, ha egy PNG képet te bevágsz. De nézzünk meg egy másik képet, valami prágai fotó kellene, és valami olyan, amire tudok is rakni valamit. Vannak ezek a fotók, ahol tudjátok, mindig megy középen egy repülőgép. Meghalt a fordítom. Konkrétan a Google fordító meghalt. Alulról fotózott repülőgép, nézzük, hogy ez mindig szenvedés volt találni egy jó repülőgép modellt, ami alulról van fotózva. Meglátjuk, hogy megkönnyíti-e nekünk most már az AI ezt a dolgot, és ez mi? Konkrétan ez micsoda? Hogy lehet így elcseszni? Alapban nem értem, olyan gagyi a minősége. Szóval, hogy érted, ez ilyen high quality kép, ez viszont már az, tehát hogy high quality a kép, erre berak egy ilyen fost. Hát jó, ez nem működik, akkor rakjuk be ide a holdat. Na nézzük, hogy ilyenkor vajon felismeri, hogy mi van a környezetében, vagy hogy mit ábrázol a kép, vagy csak így berakja a semmiből. Szóval szerintem még ez nem olyan AI, ami így felismeri, hogy ezek házak, ez felfele néz ez a fotó, és akkor ez egy égbolt. Plusz én félholdat írtam, szóval miért egy teljes holdat kaptunk? Itt mi ez a jobb oldalt? Lehet különböző holdakat kiválasztani. Nem, ez nem győzött meg. Engem ez még nem győzött meg. Keresünk egy másik képet. Melyik fotó lenne nagyon jó. Valami igazán nehéz eltüntető sztori kéne. Jó, ez lesz, és itt akarjuk majd eltüntetni ezt a kocsit. És nem generate fill, vagy ez csak simán annyi, hogy a content, ez nem AI alapú. Ez hogy lehet? No car. No car, please. Please, no car. Így eltünteti vajon? Hoppá! Egész jó. Egész vállalható. Wow! Hát az előbb láttátok, hogy a sima eltüntetéssel mit csinált. Ez ahhoz képest nem rossz. Nem is rossz. Át tudjuk írni a táblát. Az angolért, bocsi, mondjuk 145-re át tudjuk írni. Hogyha érzékeli, hogy itt 142 van odaírva, vajon át tudjuk írni 145-re? Hát nem.
nem, ez nem igazán jött neki össze, bár lehet, hogy én fogalmaztam hülyén. Írd át a táblán lévő feliratot 140-re. Na kíváncsi leszek, hogy most ez működik-e. 404, nem rossz, nem sikerült feldolgozni, de egyébként lehet, hogy el kéne olvasni, hogy ez hogy működik. Aha, szóval tudunk ilyeneket is. Szóval generálni objekteket, az megvan, azt kipróbáltuk. Hátteret még nem próbáltunk, ott is ki kell jelölni, és odaírni, hogy hol legyen. Igen, de ott ki kell jelölni a hátteret, szóval hogy meg kell fordítani a kijelölést. Kibontani is tudunk képet, illetve ha nem töltjük ki, csak rámegyünk a generate-re, akkor tulajdonképpen eltüntett dolgokat. Ezt mindjárt meg is nézzük akkor. Tehát most behúzom ezt a fotót, kijelölöm magát a cuccos, és csak rámegyek a generate-re, és akkor elvileg eltünteti most szerintem a pálmafánkat. Mindjárt meglátjuk, hogy ott alul ő mit fog gondolni. Lehet, hogy nem jól jelöltem ki. Lehet, túl ilyen nagy vonalúan jelöltem ki. De nem most csinálunk egy olyan kijelölést, hogy egy ilyen szabad kijelölés, így, hogy tényleg lássa, hogy csak a fát szeretném eltüntetni, jó. Generate, és... Miért homályos egyébként? Szóval azért, mert még béta? Tehát, hogy itt homályt hagy maga mögött olyan területeken is, amik amúgy léteztek. Oké, hogy a kijelölés erre szólt, de vannak olyan területek, amik léteztek, szóval jelen pillanatban, ha ki akarom szedni ezt a fát, akkor még manuálisan mindig jobban meg tudom csinálni, mint a Photoshopnak az AI-ja. Valamiért elhomályosítja, de van itt több verzió, ez egyes verzió, kettes verzió, hármas verzió, nem az igazi. Na nézzünk még egyet, cseréljünk egy hátteret mondjuk. Kijelölöm itt szépen magamat, select subject, meg is van, kijelöltem magamat, meg kell fordítani a kijelölést, invert selection, jó, most a háttér van kijelölve, és dubai naplementét kérek, megnézzük, hogy fog működni. Kíváncsi vagyok, hogy hozzáilleszti-e az én színemet, vagy ezt nekem kell manuálisan megoldani. Jó, hát végül is egy dubai naplementét kértem, de van itt több verzió, van egy kettes, illetve egy hármas, de úgy látom, hogy ez is ilyen homályos valami. Szóval miért nem fotorealisztikus képet rak be? Plusz itt is fura ott a valami. Vagy ha beírom azt, hogy mondjuk fotorealisztikus sivatag pálmafákkal, nézzük, hogy erre ő tud-e valamit, aztán meglátjuk, hogy... Mert érted, ilyen homályos, ilyen nem szép. Szóval azt vártam, hogy ilyen Photoshop ezért ilyen nagy éles képekből fog dolgozni, nyilván neki van egy fotótára, helyett ilyen grafikákat, meg rajzokat ad. Ez abszolút nem... Itt meg világítok. Miért világítok? Szóval ez a része, ez a generálós része, ez szerintem nem igazán működik. Csak gondolkozom, hogy hova lehetne még generálni valamit. Hogyha egy üres asztalról keresünk mondjuk képet, igen, és erre vajon tud-e generálni nekünk? Szépen most kijelölünk egy izét, és odaírjuk, jelöljünk egy nagyobb részt, és generáljunk ide egy MacBook Pro-t. Vajon ez menni fog-e neki így realisztikusan, vagy az is ilyen rajzszerű valami lesz? Ez itt a nagy kérdés. Ha fura hangom, akkor sorry, mert megvoltam fázva, vagy vagyok. Nem sikerült nagyon ez a MacBook, de legalább perspektívába sikerült. Egy Mac Studio-t generáljunk akkor, ez a MacBook ez nem tetszik. Bár megnézhettük volna az előző, vagy a további verziókat, mert ugye van két másik verzió, mindjárt megnézzük azt is, csak először megvárom, míg le tudja generálni a Mac Studio. Mi a szar ez itt mellette? A Mac Studio az se nem így néz ki. Ez mi?
Na, a MacBookra visszatérünk. Szöveget nem kértem rá, de ez már közelebb áll egyébként a MacBookhoz. Ez meg abszolút távol áll tőle. Szóval még talán ez a legvállalhatóbb. Na, akkor generáljunk inkább az asztalra egy kávés bögrét. Amúgy innom kéne egy kávét. Szóval egy kávés bögrét, azt talán ő is vágja, hogy milyen. És talán fotorealisztikusan is meg tudja csinálni. Az a baj, ő is látjátok, hogy szövegeket például nem tud generálni. Szóval ugyanazok a hibái. Jó nagy bögre lett. Nagy a felület. Jelöljük ki az egész felületet, és írjuk be, hogy kávé, mag és ez. Szóval mi van, ha egyszerre több dolgot akarunk, akkor vajon megküzd-e ezzel, vagy totál össze fog omlani, és nagyon nagy hülyeségeket fog generálni nekünk, mindjárt kiderül? Jó szar. Hát de tényleg, hát most nem ár. Jelen pillanatban sokkal jobb az, ha te PNG-ből összeollózod, mert ez így vállalhatatlan konkrétan. Tehát, hogy ez egy vicc. Ez egy vicc így. Mi van akkor, ha azt mondom neki, hogy ezt a table-t szeretném átszínezni zöldre. Vajon működik ez, hogy így beírtam, hogy color green, értelmezni tudja-e, hogy én mit szeretnék, és hogy szeretném, hogy ez zöld legyen, mindjárt kiderül. Nem. Amint a túlzás, tudta egy teljesen beszínezte zöldre, az oké, okay, de nagyjából úgy sejtette, hogy mit szeretnék. Egyébként ezt át tudom állítani mondjuk izével, tehát hogy én át tudom színezni. Na mindegy, de legalább valamit értett. Mit tudunk még? Kéne Pexelsről valami. Megszületett a következő. Erről a képről el tudja tüntetni a srácot, akit mindjárt mi ki is jelölünk. Elvileg most kijelöltük a srácot, igen, őt is. Na miért nem jelöljük ki? Na, király. És ugye nem kell beírni semmit, csak rámegyünk a generétre. Megnézzük, ez egy nagyon egyszerű kép. Szóval, hogy itt nagyon egyszerű dolga van, hiszen pikpak meg lehet ezt manuálisan is csinálni, hiszen olyan egyszerű a háttér. De meglátjuk, hello, nem kértem másik csávót. Még be van. Konkrétan másik, milyen arcuk van. Wow, a mutáns zombi ember. Wow, ez neki meg bevertek. De nem, én nem kértem embert, hello. Én azt kértem, hogy üres legyen. Szóval most miért nem ment neki? A kezeket megint elrontotta egyébként, ha megnézitek. Kaptunk egy szellemcsávót, és ennyi? Vagy érdekes. És ha kijelölöm máshogy, nem subject, hanem hogy ne tudja, hogy ő egy subject, hanem nem tényleg el akarom tüntetni. Ja, ezek szerint az zavarta meg, hogy subjectként jelöltem ki, és nem tudta hirtelen, hogy mi van. Itt picit fura. Ja, igen, a kezekkel itt gondba lesz. Nagy gondba. De nem rossz, eltűnt. Bár nyilván ez egy egyszerű szitu volt. Egész szépen eltüntette. Sőt, ez eddig a legszebb eltüntetés, leszámítva ugye a kezeket. Nézzünk meg egy másik képet. Ja, ilyen izéket kell most nézni. Nem, ugye azt akarom, hogy két ember legyen, és ahhoz ugye az a legegyszerűbb, ha beírod, hogy couple. Na, ezt töltsük le, és ezt nézzük meg. Üntessük el őket a francba. Én azt mondom, őket így fogom, kijelölöm, és menjetek innen a francba. Ho-ho-ho. Ez szép. Ez így első ránézésre szép, bár itt is könnyű dolga volt, mert nem éles a háttér, hanem ilyen kicsit elmosottabb, és így tökéletesen el tudta tüntetni. Nagyon jó. Ez profi, ez le a kalappal. Ez nagyon jó. És akkor generáljunk már oda egy párt, amúgy. Érted, ha már itt vagyunk, és eltüntettük, akkor, hogy tudod mit, generáljunk egy autót ide. Jaj, egy izét kellett volna. Mindegy, most már viseljük a tetteink következményét, hogy egy autót szeretnénk ide generálni. Meglátjuk, elfér-e egyáltalán, meg milyen szögbe fogja ide bepakolni. Tudja, hogy merre megy az út? Mindjárt kiderül. Látja, hogy merre kanyarodik? Vagy csak így be fog rakni középre egy autót, és akkor nesze. Nesze, autót kértél. Már nem mondtad, hogy parkoljon, vagy mi legyen vele. Nagyon gondolkozik. Egyébként nem látjátok, de bizonyos esetekben nagyon lassú ez a cucc. Ho-ho-ho. Ho-ho-ho. Nem rossz, de megint ilyen rajzautó. Második verzió. Ez már egy fokkal jobb, de ha nem lenne rajzautó, még jobb lenne. Wow. A második adta nekem a legjobban, de rajz. Szóval nem biztos vagyok benne, hogy van ugyanilyen autó a Photoshopnak a
vagy az AI-nak a tárába, ami realisztikus. Itt viszont nem realisztikus, és ezáltal így elcseszi a képet. Ah. Pedig amúgy maga az a jelenség, hogy felismeri, hogy hogy kell annak az autónak állni, durva. Szóval, hogy ez itt, ha fotorealisztikus lesz pár év múlva, ez brutál lesz. Nagyon durva. Na, még egy dolgot fogunk kipróbálni. Aha. Keresünk itt egy épületet. Legyen ez az épület. Szépen behúzzuk, és most azt akarom, elvileg ugye, ha most szépen ezeket így kihúzzuk, akkor tudnia kéne neki generálni. Ugye ez a sima content kitöltő cucc elvileg, ami látjátok, hogy ezt eredményezi, ha nem a legjobb. Nem a legjobb. Viszont visszamegyünk, kihúzzuk, nem pipáljuk ki ezt, hanem kijelöljük magát a képünket, inverse, és akkor megnézzük, hogy ha rámegyünk most a generálásra, akkor hogy fogja kitölteni nekünk? Jobb lesz-e, mint az előző verzió? Ez itt a nagy kérdés. Tudja folytatni az épületet ennyi alapján? Ugye nyilván ez kicsit nehéz dió, mert azért nem sok van meg az épületből, és kicsit így izé olyan volt, mintha leszarná az egészet, és így jó lesz ez. De nem igazán sikerült ez neki. Nézzünk, keresünk egy másik képet, egy jobb képet kéne keresni, aminél picit több látszik az épületből mondjuk, mert például ez biztos, hogy menni fog neki, szóval hogy ennél tuti, hogy mennie kell. Ide helyezzük, egyesítjük a layereket, így, és generáljuk. Mert itt azért elég egyértelmű, hogy ismétlődnek az ablakok. Nyilván, ha megint kapunk egy ilyen rajzos cuccot, akkor azt mondom, hogy erre viszont használhatatlan. De itt is picit butább, szóval, ha megnézitek, itt még az eredeti épületünk van, itt meg megyünk lejjebb, és picit ilyen homályos sztorit kapunk, fel pedig ugyanez. Nagyjából ugyanez, de nem rossz. Szóval, hogy egész vállalható, én azt mondom. Szóval így magadnak játszani vele tök jó. Még talán egy dolgot szeretnék, ahhoz is segítségül hívjuk a Pexel oldalt. Keresünk egy, ez egy tökéletes fotó, nem is kívánhatnék jobbat ennél. Hogyha kijelöljük a kocsit, és én azt mondom neki, hogy legyen a kocsi, és beírtam, hogy piros kocsi, de hát csak látja, hogy ez egy kocsi, és valószínű fel kéne ismernie. Ja, most tölt. Nem sikerült neki felismerni. Nem. Megpróbált generálni, de még kocsit se tud generálni. Megpróbált generálni egy másik kocsit. Color red. Megpróbáljuk így, hogyha beírjuk, hogy color red, az az asztalnál nagyon jól működött. Vagy már lehet, hogy nem az igaziak ezek a sztorik. Kijelöljük újra. Szerintem ez lesz az utolsó. És most próbáljuk meg úgy, hogy color red. Nem. Ez nem működik, úgy látom. Próbálkozik, de nem az igazi. Viszont így összegezve én azt látom, hogy sok dologra még nagyon-nagyon nem jó. Vannak már olyan dolgok, amikre egész használható, például ez az eltüntetés, arra nagyon patika. A generálás az nagyon nem az erőssége még, de nyilván, hogyha megoldanák ezt, hogy ne ilyen rajzokat kapjunk, hanem rendes, realisztikus fotókat, akkor ez is egy tök használható dolog lenne. És maga az a tény, hogy felismeri a dolgokat, felismeri, hogy merre kell állnia az autónak, felismeri, hogy merre visz az út, stb. Az már egy csoda, szóval összességében én nem vagyok csalódott, nem vártam tőle azt, hogy most megváltja a világot, és fotósként most ez nagyon jó lesz nekem, itt most, hanem tényleg azt vártam, hogy talán egy fokkal jobbat fog csinálni, vagy hasonlót, mint amit te kézzel, de jelen pillanatban ez az időszak még nem jött el, hogyha én PNG-ből átrakok valamit, például az asztalos példa esetén, akkor sokkal jobb eredményt érek el, illetve itt is, ha én most így elkezdem kézzel színezgetni a kocsit, egy ecsetecskével elkezdem színezni pirosra. Jó, ez nem tökéletes most, de a lényeget értitek, szóval még most sokkal előrébb vagyok, hogyha manuálisan kezdek el dolgokat, kivétel az eltüntetés rész, mert az sokkal jobban működik, mint a régi. Szóval ez az AI-os, az eltüntetésekben nagyjából jó. Nyilván láttunk erre is példát, hogy hol nem volt jó. Igazából például blőrözött háttérből eltüntetni bármit, az nagyon patika lesz. Sokkal jobb lesz, mint a régi. Szóval van, amire használható, van, amire nem. Összességében én
tökre meglepett, hogy milyen fejlett, de közben az is meglepett, hogy képileg, vizuálisan milyen alul maradott, vagy visszamaradott, hiszen nem tud fotorealisztikus dolgokat csinálni. Én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett, akkor mindenképpen iratkozz fel, dobj egy lájkot, meg ilyenek, meg hogyha érdekel még több AI-os dolog, akkor valamelyik oldalt itt találsz egy-két videót. Úgyhogy ott Tali, én Szabó Viktor vagyok. Ciao, ciao! Ja, és írd meg a véleményed kommentbe, mert mindig szeretem olvasgatni a komment szekciót, hogy te mit gondolsz a Photoshop AI-ról.